Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a Qt's című Netflix sorozatról lesz szó. Meg fogok mutatni egy-két jelenetet ebből a sorozatból, illetve elmondom, hogy mi az, ami szerintem meghúzódik e mögött, illetve számos ehhez hasonló program, sorozat, film mögött. Annyit előjáróban még megjegyeznék, hogy ez a téma eléggé furcsa a sorozatból adódóan, úgyhogy erre mindenki készüljön fel, amennyire lehet. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt. Köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Talán az lesz a legegyszerűbb, a lejátszom ennek a sorozatnak a bemutatóját. Két értelmű tehát maga a cím. Igen, értelmezhetnénk úgy is, hogy aranyos kák, kedves kék, milyen aranyos kisgyerekek. Azonban én nekem meggyőződésem, hogy nem erről van szó. Azt akarták sugalni, amit láthattunk a képernyőn. És ez a fajta degeneráció, ez igen jellemző a társadalomra. Meg fogom mutatni azt is a következő videóban, hogy ez nem idegen Magyarországtól, hanem ez a jelenség, ez már működik Magyarországon is. Ez egy magyarországi rúttánc csoport, rúttánc sport stúdiónak az egyik videója, most nem tudom, hogy ez verseny, vagy valamiféle gyakorlat, mi az, amit szeretnének ezzel demonstrálni. Azért lehetséges, hogy működik ez a világban ma, mert azok, akik uralják és irányítják azt, azok az ellenség hatása alatt állnak, és ők azok, akik ezt a bizarr, természetellenes, abnormális viselkedéseket próbálják meg elterjeszteni, hisz ők maguk is részt vesznek ebben. Ezért ez a rengeteg idézőjelben pedofil botrány Magyarországon, nemzetközileg a színészekkel, a rengeteg szexbotrány Hollywoodban, mert ez az, ami ment a háttérben. De mostanra a világ oda jutott, vagy oda süllyedt, hogy ez egyre inkább a háttérből előjön, és mindenki számára egyértelmű lesz. Hogy mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly rejtett dolog, mely ki ne tudodnék és világosságra ne jőne. Nekem meggyőződésem, hogy ez az, aminek most mi a szemtanúi vagyunk, ami zajlik körülöttünk a világban. A sötétség és a gonoszság egyre gyorsabban és agresszívabban terjeszkedik körülöttünk, azonban a másik oldalon az atya igyekszik ezt ellensúlyozni és eljutatni az igazságot azokhoz, akik azt keresik, és hajlandók azt őszinte szívvel befogadni, majd ami még fontosabb, annak megfelelően változtatni a saját életformájukat. Új párkapcsolati hóbort hódít a mingliség a tartós boldogság titka. Együtt és mégis külön így lehetne összefoglalni. Lényeg az, hogy a párok közös lakás és házasság nélkül keresik a tartós boldogságot. Nem akarok nagyon szigorú lenni ezekkel az emberekkel, mert egy nap én is így gondolkodtam, hogy a házasság az csak egy papír nem számít semmit, nyilván megváltozott a véleményem, de feltételezem, ez a gondolkodásmód áll emögött is. Ma már nem lepődünk meg azon, ha olyan párokkal találkozunk, akiket nem köt össze hivatalos papír, akik csupán élettársak, vagy egy vállás után jöttek össze, és gyermekeiket közösen nevelik. Kialakult egy új párkapcsolati forma, és erről beszéltem, elveszítette már a jelentőségét a házasság. Már voltak utána egy élettársi kapcsolat, akkor együttélés, most már ott tartunk, hogy a felek nagyfokú szabadságot adnak egymásnak, őrzik saját függetlenségüket, mert ettől működik a szerelmük. A feleknek megvan a saját élettere, nem költöznek össze, hanem csak időnként találkoznak. Azt hiszem, hogy ezt úgy hívják, hogy Friends with Benefit, biztos mindenki ismeri ezt a kifejezést, de ez nem egy együttélési forma, nem a házasság alternatívája, ez még csak nem is egy párkapcsolat. Amint kivesszük ezt a felelősséget, ezt a kötelezettséget az emberek életéből, láthatjuk, hogy elkezdenek úgy viselkedni az emberek, mint az állatok. Vagy sokkal inkább talán, mint a gyerekek, mint az ember gyerekek. Mindenki csak magával foglalkozik, igyekszik a lehető legjobb életet kialakítani magának, amire ő azt képzeli, hogy a legjobb, ami kielégíti a legprimitívebb szükségleteit, ami nagyszerű az egyén szempontjából abban a pillanatban. De borzasztó, ha bármilyen közösséget szeretnénk építeni, hiszen senki nem foglalkozik semmi mással, csak azzal, hogy a saját életét boldogabbá tegye. Így lehetséges az, hogy ezek a cutie féle sorozatok megjelennek a Netflixen. Hisz mi az, ami megakadályozza az embereket abban, hogy azt mondják, hogy ez elfogadható mostantól? Mi az, ami miatt az elfogadhatatlan? Én úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan. Sőt, én bizarnak találom, hogy abszurdnak, hihetetlennek, hogy egyáltalán ezeket láthatjuk a tévében. Nem is gondoltam volna soha. Ez, ez, régen csak a gondolata is bűn volt ennek, most pedig már a Netflixen megy ez a sorozat. De ez mind az eredménye annak, hogyha lebontjuk férfi és a nő párkapcsolat és a szexuális korlátokat, amelyeket a Biblia felállított. Az nem véletlenül van úgy. Ez a mi javunkat Szolgálna. Javaslom mindenkinek, hogy nézze meg a sorozatot, amit a Jordan Peterson könyvről készítek, és bízom abban, hogy segíteni fog az atya, hogy befejezzem és a végére jussak. De abban rengeteg hasznos tanács elhangzik majd arra nézést, hogy az ember hogy tudja magát megóvni attól, hogy a világ bekebelezze, és ő is ilyen korcs legyen, meg torszülött, mint az embereknek a túlnyomó többsége. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu illetve a yahooauta.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594. Minden egyéb adatot megtaláltok infobubble illetve Jahua útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!